Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt már megint a fejem. Tudom, hogy már nagyon unjátok, mert elég sokat láttatok mostanában, viszont ez most egy nagyon különleges videó lesz, ugyanis Johnny Gaming-el megbeszéltük, hogy létrehozunk egy közös Sims projektet, illetve egy kétrészes mini videósorozatot, és az alapkoncepció az, hogy ő épített nekem egy házat, amit nem fejezett be, illetve nem rendezett be, és ezt fogom én befejezni ebben a videóban. Szóval, hogyha még nem láttátok az ő videóját, akkor kérlek nézzétek meg a csatornáját, a link benne lesz a leírásban, és miután megnéztétek az ő csatornáján az első részét ennek a videónak, utána gyertek vissza és nézzétek meg, ahogy befejezem. Ő valószínűleg a saját videójában elmondta, hogy a házban mit, hogyan szeretne és mi volt az alapkoncepció, viszont én erről nem tudok semmit, mert megígértem neki, hogy a videó felvételekor fogom először megnézni a házat, amit készített, úgyhogy tényleg nem lestem, most gyorsan ugorjunk is be a galériába és nézzük meg, hogy mit épített. Itt vagyunk Joanninak a galériájában, és már szerintem kiszúrtam, hogy melyik házat építette nekem, és mondta is, hogy elég különleges házikó lesz, és ez már erről a képről is látszik. Remélhetőleg ez rá fog férni az én kis telkemre, nem tudom, hogy mekkora helyet foglal, 40x30 szerintem rá fog férni. Úgy látom, ez valamilyen faház lesz, ilyen egészen modern faház, bár valószínűleg rajtam fog múlni, hogy vajon modern lesz vagy sem. Nem is emlékszem, hogy mit mondott, miket változtathatok meg rajta, és miket nem, majd gyorsan, mielőtt nekiállok építeni, ezt újra elolvasom, de úgy látom, hogy a negyedik emeleten van a házik. Kettő házikóban. Jó, úgyis mindjárt lerakom majd, és akkor meg fogjuk látni. Gyorsan beszívezzük, és le is töltjük. Gyorsan körül is nézek itt, mielőtt nekiállunk. A speed build alatt, mert abban fogom ezt elkészíteni. Hupi. Itt közben rongálok. Szóval a speed build alatt, miközben építem, úgysem lesz facecam, mert azt nem szeretem. De gyorsan körülnézünk, mielőtt ennek nekiállnék. És nem tudom, hogy most van-e ezen tető, vagy a tetőt azt nekem kell rárakni. Itt rózsaszín. Csak ez a párfal rózsaszín. Nem tudom, hogy ez direkt van-e így, és így kell-e hagynom. Majd megbeszélem vele. De egyébként ez egy nagyon-nagyon király ház. Tetszik a lépcső, szerintem nagyon kreatív. Nem tudom, hogy utólag rakta-e ide a fákat, vagy sem. Valószínűleg nekem is meg kell néznem az ő videóját ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mit, hogyan csinált. És ez a ház ideális lenne szobatársakkal. Az egyik ház ez a szobatársaki, az egyik pedig a miénk. És úgy látom, mindegyik egyszintes. Nézzük meg az alaprajzot. Azt semmiképpen nem akarom megváltoztatni majd. Mindegyik mini háznak tűnik egyébként. Nem tudom, hogy összesen hány alapegységet foglalt el ezzel a házzal. Megpróbáljuk átrakni Tiny Home-ra. Több mint 100-at, tehát hogy apró háznak nem felel meg, de hogyha csak egy lenne, akkor még akár apró háznak is lehetne használni. Úgy látom, nagyon sokat dolgozhatott ezzel, és én alig várom, hogy berendezzem, mert szerintem nagyon király ez a telek. Úgy is jobban szeretek berendezni, mint például fákat lepakolni a telekre, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon király feladat lesz számomra. Gyorsan álljunk is neki. Csapjunk is a lovak közé gyorsan, mert nem érünk rá egész nap, két házat is be kell rendeznünk. Közben megnéztem, hogy mi az, amit megváltoztathatok a házakon, és mi az, amit nem. És Joanny nem volt túl szigorú a szabályokkal kapcsolatban, annyit mondott, hogy az alaprajzot ne változtassam meg, de egyébként az ablakokat, ajtókat, szinte bármit megváltoztathattam volna, viszont úgy döntöttem, hogy ez túl engedékeny, és nem szeretnék ennyi mindent megváltoztatni az ő épületében, mert akkor igazából kiirtottam volna őt ebből a közös videóból, ami nem lett volna túl szerencsés, tehát én szerettem volna meghagyni mindent úgy, ahogy ő elkészítette, és úgy, ahogy ő tervezte. Lehetséges, hogy ő azt remélte tőlem, hogy valamilyen klasszikusabb faházat hozok ki ezekből a házikókból, de mivel ő úgy láttam, hogy a fehér színeket választotta, valószínűleg azért egyébként, mert az a legsemlegesebb, vagy az a legsemlegesebb, van ilyen szó. Vagy az a legegyértelműbb, hogy az módosítást igényel. Én úgy gondoltam, hogy ezt meghagyom, és csinálok egy modern házat, és igazából itt most azért fagytam le ennyire a beszédbe, mert rájöttem, hogy még mindig két házról van szó. Ne lepődjetek meg, hogyha egy házként fogok utalni a kettőre, de majd igyekszem figyelni rá, hogy kettő
házat rendezek most be ezen az egy telkem. És egyébként, aki nézi a videóimat, és nem most Joannitól jött, az tudja, hogy alapvetően nagyon szeretem a modern stílust, úgyhogy nekem még kapóra is jött ez a fehér alapszín, és ezt jól ki is használtam. Ráadásul az utolsó speedbuildem is egy bézs modern tengerparti ház volt, úgyhogy nem igazán kanyarodtam el messzire ettől az összeállítástól, ugyanis most is bézs színeket használtam, és ennek a magyarázata egyébként ennél a háznál az, hogy nagyon szerettem volna használni ezeket a trópusi mik ezek, tapéták. Ma nagyon-nagyon nem tudok beszélni, nem tudom miért, egyszerűen nem megy, szóval nézzétek el nekem. Tehát nagyon szerettem volna használni ezeket a trópusi tapétákat. Hányszor futok még neki ennek a mondatnak, nem tudom. És ezekhez csak ez a bézses alapárnyalat illett abból a tapéta fajtából, és én nem szeretem, ha az egész szoba egyszínű, és ugyanolyan falburkolatot használnak rajta, mert szerintem főleg az ilyen nagyon színes tapéták nagyon hamar túlzásba vihetők. Ezért jobban szeretem, hogyha ezekből egy vagy két fal van az adott helyiségben, és a többi egy sokkal visszafogottabb variáció, viszont ezeknek a tapétáknak az alján volt egy ilyen fa burkolat, és én azt szerettem volna meghagyni, úgyhogy ezért a bézs jutott második semleges színnek. Viszont ebből a szép tapétából van két leveles fajta, aminek fehér az alja. Az egyik ez a kék alapon zöld levelek, a másik pedig zöld teljesen, és zöld levelek vannak rajta, ezt majd meglátjátok a másik házban. Ez a két szín az, amit használni fogok, és ehhez igazítom az összes berendezést, és végül egészen elégedett vagyok az eredménnyel. Itt a kék házban nagyon tetszik a konyha és az étkező, a zöld házban pedig szerintem nagyon király lett a hálószoba, és úgy a nappali is egész jó. A kékben annyira nem extra a nappali, de itt sem rossz a hálószoba, mindjárt eljutunk odáig is. Kivételesen nem vágtam ki a fürdőszobákat az építés videóiból, illetve nem is felejtettem el felvenni őket, de ennek ellenére a videó végén kaptok egy alaprajzi képet, hogy lássátok mi mekkora, hogyha leszeretnétek utánozni ezt a házat a játékotokban. Az egyébként feltűnhetett nektek, hogy kidobtam a nagy fákat a telekről, mert sajnos nagyon-nagyon útban voltak építés közben, ezért menniük kellett, de mielőtt feltöltöm a galériába, illetve mielőtt lefényképeztem volna magát a házat, már visszaraktam ezeket a fákat a telekre. Valószínűleg nem pont ugyanúgy, ahogy Joanny helyezte el őket, szóval lehet, hogy ez egy kicsit csalás volt a részemről, de sajnos építés közben muszáj volt menniük, illetve ami még nehezítette a dolgomat, hogyha ismeritek a játékot, akkor tudjátok, hogy minél magasabbra mentek az adott telken, annál jobban megőrül a kamera, és annál jobban ugrál össze-vissza, és annál nehezebb megtalálni a megfelelő szöget, hogy jól lásd azt, amit csinálsz. És ez valószínűleg látszik a videókon is, úgyhogy ha valaki epilepsziás rohamot kap emiatt, azért előre is elnézést kérek. Én nagyon igyekeztem, illetve próbáltam kivágni a nagyon zavaró részeket. Úgyhogy ez volt a buktatója ennek a magas háznak úgy egyébként, de maga a koncepció nagyon-nagyon kreatív, tetszik, ahogy Johnny használta a lépcsőknek a csavarását, meg úgy egyébként is nagyon jól néz ki a telek. Az egy dolog, ami az én hibám, ami ront egy kicsit az összképen, hogy ha tudom, hogy ilyen telket készít, akkor lehet, hogy a Jungle Adventure Game Pack-es városba helyezem el. Ugye, hogy is hívják? Salvadoráda? Valahogy így. Na, szóval oda helyezem el ezt a telket, és sokkal autentikusabban néz ki, így egy kicsit Newcrestbe, vagy Willow Creekbe, nem tudom, hogy hol építettem most ezt, de egy kicsit kilóg a környezetéből, és voltam olyan lusta, hogy a screenshotokat is ezen a telken csináltam, úgyhogy nem fogjátok látni ezt a telket teljes potenciájában, viszont ajánlom nektek, hogyha el szeretnétek helyezni majd, és leszeretnétek tölteni a galériából, akkor
Válasszátok hozzá nem Szulánit, Szálvadarádát. Mostanában keverem ezt a két várost. Nem tudom, mi van velem, lehet, hogy szivacs lett az agyamból, így a távoktatás és a karantén alatt, de igyekszem tornáztatni, majd nekiállok szudokúzni, vagy sakkozni, vagy valamit, hogy jobban menjem, majd fejlesztem a logikajártasságomat a való életben, hogy egy kicsit összeszedjem magam. Valamit akartam még mesélni így a szabályokkal kapcsolatban, illetve hogy mi volt érdekes az építés során, de az agyam, mint ahogy említettem, nem funkcionál tökéletesen, úgyhogy ezt teljesen elfelejtettem. Na se baj. Egyébként nagy kihívás volt az, hogy picik ezek a házak, ugye, ha emlékeztek, megmutattam nektek, hogy bár apró háznak nem mennek el, mert túllépik a 100 alapterületet, azért a házak maguk elég picik, és ez mégiscsak két ház lényegében. Ezért egyesével elmennének mini otthonnak, ami miatt elég kevés cuccot tudtam beléjük pakolni, és ami még nehezített ezen, na próbálom összeszedni a kis gondolataimat, az az, hogy itt látjátok ezeket a tolóajtókat, amik négy alapegységet foglalnak el a falamból, illetve nagyon nagyok az ablakok is, tehát azoknak a helyére nem igazán lehetett pakolni. Most a tolóajtókról azt kell tudni, hogy a szélén az az egy-egy egységnyi terület az felhasználható, blokkolható, nem fogja zavarni az ajtót, mert hogyha megnézitek, ezek kívül tolódnak oldalra. Egy kicsi logikai hiba az, hogy ezeknek az ajtóknak technikailag útban van a korlát, a függő folyosónak a korlátja, de ez a szímeket nem fogja zavarni, éppen ezért nem zavarja az sem őket, hogyha egy kicsit blokkoljuk ezeket az ajtókat. Az előző kékházban még láthattátok is, ahogy elé pakolok, azt hiszem, egy konyhapultot, de ebben a házban nagyon igyekeztem nem teljesen blokkolni őket. És egyébként imádtam ezt a szőnyeget, nagyon illett ehhez a zöld tapétához. Nagyon próbálkoztam olyan technikákat használni ezeknek a házaknak az építése során, amit még korábban nem, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy használtam ezt a zöld függönyt, ugyanis nagyon nem szeretem ezeket az alapjáték függönyöket a játékban, és szerintem elég csúnyán néznek ki. Nem is emlékszem, hogy használtam-e őket valaha bármilyen épületembe, talán még a kék árnyalatukat esetleg, de tényleg nem emlékszem. Nem használom őket túl gyakran, ezt meg kell hagyni, úgyhogy ez is egy nagy eredményem most, amire büszke vagyok. Igyekeztem minden szükséges dolgot elhelyezni a házakban. Elvileg mindegyikben van termosztát, illetve esernyőtartó, hogyha játszotok a Seasons-el, akkor ne kelljen ezzel foglalkoznotok, illetve tűzriasztó is van. Ez a hálószoba határozottan nagy kihívás volt, mert úgy éreztem, hogy nincs elég hely arra, hogy megfelelően elhelyezzek egy francia ágyat, és mellé még két éjjeli szekrényt, ezért arra a döntésre jutottam, hogy az egyik oldalon egy álló lámpa lesz az éjjeli szekrényen levő lámpa helyett, a másik oldalon pedig polcokat használtam éjjeli szekrénynek, hogy ne blokkolják az ajtót, illetve a szimeket, akik leszeretnének feküdni az ágyukba, és szerintem ez egy egészen jól működő konstrukció. Szerencsére nem is lóg át a polc egyébként azon a falon, a fürdőszobában, úgyhogy teljesen működőképes lehet, ugyanis nem teszteltem a házakat, hogy működnek-e, de mielőtt feltöltöm majd a galériába ezt a telket, azért végig megyek a kis szimeimmel, és tesztelem, hogy tudnak-e főzni, tudnak-e fürdeni, WC-t használni, kezet mosni, lefeküdni az ágyukba, stb. Ezeket mindig, ha eszembe jut, letesztelem, vagy hogyha valami gyanús, hogy nem működhet valamilyen oknál fogva, akkor ezeket meg szoktam nézni. De egyelőre nincs tesztelve, remélhetőleg működik. Ugye a fákat is valószínűleg nem úgy raktam vissza, ahogy Joanie, lehet, hogy ő letesztelte, hogy fel tudnak-e menni a lépcsőn, de hogy én elhelyeztem a fákat, úgy lehet, hogy nem, tehát ezt mindenképpen meg kell nézni. Amiben szinte biztos vagyok, hogy a kékház hálószobájában az öltöző szekrény az nem működőképes, ugyanis arra
a Move Objects on csaláskóddal emeltem fel egy olyan növényt, amit egyébként nem lehetett volna rárakni, és ez nagyon gyakran okozza azt, hogy maga a tárgy alatta nem funkcionál. De egyébként a szimeknek nem létszükséglet az, hogy legyen öltözőszekrényük, úgyhogy ha nem működik, akkor is egy teljesen funkcionáló házat kaptok. Én soha nem használom a szekrényeket szinte, mindig a tükröket szoktam, illetve a szimek a szekrény nélkül is át tudnak öltözni. Úgyhogy legtöbbször dekorációnak vannak a házaimban. És itt látjátok közben a screenshotokat, így a videó vége felé szeretném felhasználni az időt arra, hogy megköszönjem Joanninak, hogy felkeresett és megcsináltuk közösen ezt a videót. Tényleg nézzetek rá az ő csatornájára, ha tetszik, akkor iratkozzatok föl, a linkek ott lesznek a leírásban, illetve az én galériám elérhetőségei is megtalálhatóak a leírásban, ott találjátok majd meg ezt a házat, nem Joanni galériájában valószínűleg, bár természetesen egészen nyugodtan letöltheti ezt a házat, és feltöltheti újra a galériába, hiszen ez legalább annyira az ő háza, mint az enyém. Viszont én itt el is köszönök tőletek, remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!